Továbbra is rengeteg civil hal meg Afganisztánban. 2018-ban csaknem 11 ezer afgán vesztette életét harcokban, a tálibok pedig erősebbek katonailag, mint 2011 óta bármikor. A már 18 éve tartó háborúról a média egyre kevésbé számol be. Külföldi tévéstábként Kabulban biztonságban voltunk, de a helyzet mégis különösen ingatagnak érződött. A zöld zónán vezetünk át, Kabul központjában vagyunk. Olyan érzés, mintha egy erődben lennénk, ahol betonfalakat emeltek mindenhol. Sok támadás történt itt, amelyek továbbra is bármikor előfordulhatnak. Ezért növelték meg az utóbbi években a katonai ellenőrzőpontok számát. Tavaly az országban regisztrált öngyilkos támadásoknak csaknem a fele a fővárosban történt. A sebesültek többségét a háborús áldozatok kórházába szállítják, amelyet egy olasz civil szervezet a Vészhelyzet Kabulban tart fenn. 2010 után a háborús sebesültek száma drámaian megemelkedett, mondja egy a kórházban dolgozó orvos. Manapság éjszakánként legalább 10-20 páciens érkezik ide. A kórházban tavaly csaknem 16 ezer afgánt láttak el. Találkoztunk néhány pácienssel, akik Gazniból, egy Kabultól délnyugatra fekvő tartományból érkeztek, ahol még mindig zajlanak fegyveres összecsapások. Hassannak szerencséje volt, rálőttek, de megmenekült a haláltól. Amikor Kabulból Gazniba tartottam, az úton megállítottak bennünket a tálibok. Előültem a sofőr mellett, őt is meglőtték. Három golyó talált el, egy a fülemet, kettő pedig a fejemet felette. A konfliktus egyre intenzívebbé válik, az ENSZ pedig aggódik a légicsapásokban meghalt civil áldozatok növekvő száma miatt. A kormányhoz hűerők légiműveleteiben tavaly több mint ezren vesztették életüket. Az embereket néhány éve még figyelmeztették, hogy harcok várhatóak a környékükön, manapság viszont hirtelen egy aktív konfliktus közepén találják magukat. A közelgő elnökválasztás, a holtpontra jutott béketárgyalások és az egyre több lázadó csoport miatt a szakértők attól tartanak, hogy az erőszak új csúcsokat fog dönteni hamarosan.